Itt van velem a vonalban dr. Demetrovics Zsolt, addiktológiai szakpszichológus. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Gondolom, egy részét hallotta ennek a beszélgetésnek. Igen, igen, a végét, nem az elejétől, a végét hallottam, igen. Tehát gyakorlatilag ugye az addiktológia az egy függőségkutatást jelent, csak így a hallgatók kedvéért, tehát amikor olyan lelki bajaink vannak, ami gyors segítséget igényel, hiszen a hölgy is elmondta, hogy hát már a munkaképessége rovására ment, illetve hát akár a közlekedésben is akadályozta az a fajta szorongás és kialvatlanság, amiben szenvedett, akkor gyors megoldás kell, és hát valahogy így került át a spirál a másik oldalára, ami már nem engedte, hogy leszokjon erről a gyógyszerről, mint hogyha az jelenteni a végleges megoldást. Hogyan állnak akkor hozzá a pszichológusok, tehát akik valóban értenek a lélektanhoz, és nem gyors megoldásokat keresnek, hogy hogyan lehet kivezetni embereket egy olyan stressz helyzetből, amire hát ő hajlamos lenne gyógyszert szedni, de ugye ez nem a végleges megoldás. Hát az a fontos, hogy egy nagyon különböző problémák merülhetnek föl. Tényleg az a fontos, hogy ezeknek a problémáknak a feltárása megtörténjen. Ez többnyire, ez tényleg ugye mindenképp szakemberre van szükség, pszichológusra és vagy pszichiáterre. Ugye amennyiben valamilyen gyógyszerre is szükség van, akkor az mindenképp pszichiáter az, aki, vagy hát adott esetben bizonyos gyógyszereket már házi orvos vagy más szakorvos is elrendelheti. És másrészt viszont lehet terre, sőt nagyon fontos, hogy legyen olyan pszichés segítségnyújtás is, ami segít a probléma megoldásában. Az nagyon fontos, hogy ugye a gyógyszerekről volt egy része az interjúban, hogy ott tényleg az orvosi vezetés mentén kell haladni mind az elrendelésben, de hogyha tényleg kialakul egy ilyen fajta függőség, akkor azért a leszokásban is. Tehát, hogy az ilyen jellegű szorongásoldó, nyugtató, altató szereknek a megvonása az épp úgy orvosi feladat, és orvosi kontrollt igényel, mint az elrendelése. Tehát, hogy ez jobb azért, ha ezt nem otthon, és akaraterőből, és saját feje után csinál az ember. A megvonásnak elég súlyos következményei lehetnek, hogyha ez túl nagy lépésekben történik, illetve hát amire utalta az interjú alany is, hogy a tünetek visszatérhetnek. Tehát itt tényleg az fontos, hogy egyrészt legyen egy orvosi kontroll, másrészt pedig egy pszichológusi vagy pszichoterápiás segítségnyújtás, ami meg a probléma természetéhez igazodik. Tehát hogy a gyógyszer az egy segítség lehet adott esetben, egy nehezebb időszakot, vagy valamilyen problémán való átjutás, vagy egyáltalán azt, hogy a mindennapokban meg tudjon felelni az illető személy és a tünetei enyhüljenek, ehhez egy segítség lehet, de hogy nagyon fontos az, hogy kapjon olyan pszichoterápiás segítséget is, ami viszont hosszú távon tudja rendezni, vagy segíteni abban, hogy a problémák megoldódjanak. Még egyszer mondom, azért nagyon-nagyon sok különböző probléma lehet, tehát lehet egy valamilyen akut stressz, egy munkahelyi konfliktus, vagy egy válás, vagy valamilyen időszakos esemény, ami miatt segítség kell, és lehet valamilyen krónikus betegség, ami meg valamilyen tartós beavatkozás, vagy hosszabb gyógyszeres és pszichoterápiás ellátást igényel. Hogyan viszonyulnak tehát akkor ezek a kezelési módok a gyógyszerezéshez? Itt az adott esetben a házi orvos írta föl, nyilván, ahogy leírta a Mónika, nagyon kimerült állapotban volt már, tehát akkor hirtelen kellett egyfajta lökést adni ahhoz, hogy egyáltalán ki tudja aludni magát, hiszen álmatlanságban is szenvedett. Tehát ez ugyanakkor a gyökereknek a feltárása nem kísérte. Hogyan tud egy pszichésen kimerült ember ebben partner lenni, hogy akarja is föltárni a gyökereket, és ne elégedjen meg azzal, hogy most pillanatnyilag a gyógyszertől jól érzi magát? Hát nagyon fontos, amit kérdezés, amit mond. Tehát valóban, én ezt a részét nem adtam az interjúnak, de ahogy elmondja, ott valóban a házi orvos az alapján valószínűleg azt éleszti,
érzékelte, hogy van egy akut krízis helyzet, ahol egyszerűen abban kell segíteni a pacienst, hogy tudjon aludni. Mert hogyha, ha valaki nem tud aludni, ha egész nap szorong, akkor nem tudja ellátni a munkáját, nem tud megfelelni a családi feladatainak. Tehát, hogy ott kell egy gyors beavatkozás, és ezekben a mai modern gyógyszerek nagyon hatékonyak tudnak lenni. Viszont azt is látni kell, hogy ezek tehát a legmodernebb és a leghatékonyabb gyógyszerek sem feltétlenül, sőt, többnyire nem oldják meg azokat a háttér problémákat, amik miatt van. Tehát, hogyha egy akut stresszről van szó, akkor lehet, hogy az átvészelhető pusztán a gyógyszerrel, de mindenképp az lenne fontos, hogy ilyen esetben a házi orvostól az ember tovább menjen a szakellátás felé, akár azért, mert hogyha fönnmarad a gyógyszer, akkor azért jobb, hogyha egy addiktológus vagy egy pszichiáter az, aki egy ilyen jellegű gyógyszernek a szedését kontrollálja, vagy kézben tartja. Másrészt pedig azért, mert akkor a pszichoterápiás segítségnyújtás felé is be lehet csatornázni a beteget. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ez a kettő kiegészíti egymást. Nyilván a házi orvosi ellátás az egy nagyon széles spektrumú ellátási forma, tehát hogy ott nem fog tudni mindaz a szakellátás, nem is feladata, hogy ott megtörténjen. Az fontos, hogyha ilyen probléma van, akkor ne álljon meg a beteg, és ne álljon meg egyáltalán az ellátás ezen a szinten, hogy akkor van egy gyógyszer, elviselhető az élet, hanem hogy tovább kell menni a szakellátás felé. Azt jól látom, hogy esetleg pontosan ez vezethet függőséghez, hogy van egy gyógyszer, és pillanatnyilag jól vagyok, és akkor nem kell tovább mennem, nem kell foglalkoznom vele tovább, hiszen meg van oldva, és akkor nem szállok le a gyógyszerről. Ez így van, tehát szerencsére ezek a gyógyszerek, ezek enyhíteni tudják ezeket a problémákat, a stresszt, a szorongást, vagy a nem alvás. Ennél fogva ezek nagyon-nagyon fontos és hatékony gyógyszerek egyrészről. Másrészt nagyon magas addiktív potenciállal rendelkeznek, bocsánat, ilyen csúnyán mondom, de ez azt jelenti, hogy pontosan azért, mert van egy azonnali stresszoldó, azonnali nyugtató hatásuk, ezért könnyen kialakul velük szemben a függőség, könnyen megjelenik, és hát kialakul egy tolerancia, azaz hozzászokás, erre is utalta a hölgy az interjúban, hogy ahhoz, hogy azért ez a hatás fönnmaradjon, ahhoz gyakran emelni kell a dózist, ami meg megint oda vezet, hogy ez a függőség, ez megerősödhet, elmélyülhet, tehát hogy erre mindenképp figyelni kell, ezért fontos, hogy ezeket a szereket nem lehet csak orvosi, és még egyszer mondom, lehetőleg szakorvosi kontroll, vagy úgy értem, hogy lehetőleg akár pszichiátriai, vagy addiktológiai, vagy szoros házi orvosi kontroll mellett szedni, mert valóban ezeknek a hatása az, hogy a problémákat elnyomják, a szorongást csökkentik, tehát hogy van egy ilyen azonnali hatása, ami viszont a probléma eredetét nyilván nem befolyásolja, de hogy hajlamos elvezetni oda a beteget, hogy bekapkodja a szert akkor, hogyha valami konfliktus van, de ez nem megoldást fog hozni hosszú távon, hanem valóban függőséget. Hát nyilvánvalóan egy gyógyszer nem tudja feltárni a probléma gyökereit, hanem hát tüneteket tud kezelni. Ezért egy érdekes dolog, hogy egy kiszolgáltatott lelki állapotban lévő ember, aki enyhíteni szeretne a panaszain, és nem még jobban talán beleásni magát, valószínűleg elég könnyen átesik a ló túlsó oldalára. Nem tudom, hogy addiktológus, pszichológusként ezt így látja-e? Hát nagyon változó, hogy ki mennyire sérülékeny e tekintetben, de hogy mindenképp ezeknek a szereknek van egy olyan kockázata, hogy kialakulhat velük szemben függőség, és hogy aki erre érzékeny, aki akár a hatásukra érzékeny, akár valamilyen módon arra, hogy a problémák esetleg elnyomni próbálja, vagy kikerülni próbálja, ott nagyobb lehet azért a kockázata. A kockázata annak, hogy rá tanuljon egy ilyen mechanikus gyógyszer általi szorongás csökkentésre, és abban valóban lehet veszély.
a leszokásban tud segíteni a addiktológus pszichológusként, hiszen Mónika is említette azokat a mind fizikai, mind pszichikai tüneteket, amik a leszokást kísérték, amikor már rájött, hogy talán ezt nem kellene tovább szednie, de akkor már a megvonás is nagyon súlyos tünetekkel járt. Tehát ebben segít, vagy pedig ebben is, és más területek is vannak? Ebben is, nem hogy tud segíteni, hanem szükséges és alapvető az, hogy orvosi felügyelet mellett történjen a megvonás. A benzodiazepineknek ugye alapvetően ilyen jellegű szerekről beszélünk itt, azt gondolom, hogy egy szorongásoldokról, nyugtatókról, altató szerekről beszélünk, akkor ezeknek a megvonása is egy kockázatos állapot, tehát hogyha hirtelen történik a megvonásuk, pláne nagyobb dózisnál, akkor az túl azon, hogy pszichés tüneteket, hogy valóban szorongást, alvászavart okozhat, de ezen túl akár epilepsziás rohamot és egyéb olyan következményeket, ami miatt nagyon fontos, hogy ne otthon, ne egyedül, ne egy saját stratégia mentén, főleg nem hirtelen megvonva, hanem szakorvosi segítséggel történjen ezeknek a szereknek a megvonása. Oda kell erre figyelni, egyébként azért is oda kell figyelni, mert ugye itt sokszor, tehát itt nem az esetek nagy részében nem visszaélésszerű gyógyszerhasználatról van szó, tehát nem arról, hogy valaki szándékosan akár, vagy a különböző, akár az ilyen eufórikus vagy egyéb hatások miatt használ szert, hanem egyszerűen tényleg szorongásoldóként célzottan, de hogyha ezt hosszabb ideig használja és megnő a dózis, akkor de ugyanakkor folyamatosan hozzájut a szerhez, akkor észre sem veszi akár a függőségnek a kialakulását, hiszen mindig ott van. Viszont, hogyha elfogy a gyógyszer, vagy éppen nem jut hozzá, vagy elutazik, és otthon felejti, akkor abból akár baj lehet, vagy olyankor derül ki, hogy hoppá, itt tulajdonképp kialakult egy függőség. Tehát, hogy fontos, hogy ezeknek a gyógyszereknek nyilván minden gyógyszerrel kapcsolatosan, de itt is kiemelten fontos, hogy legyen egy orvosi, egy szakorvosi kontroll a szedés vonatkozásával. Bent, akik már gondolom, hogy vannak olyanok is, akik egy olyan kezelésre szorulnak, tehát egy intézményen belüli kezelésre, olyankor mit tud segíteni a pszichológus abban, hogy valahogy a létező és valóságos problémákra koncentráljanak, és elengedjék a gyógyszert. Igen, bocsánat. Abban tud például segíteni a pszichológus, hogy ugye szorongásoldó szerekről van szó, tehát hogy azért szedi valaki ezeket a szereket, mert hogy valami módon az ő rendelkezésére álló készségek vagy erőforrások, azok valamiért nem elégségesek, vagy adott pillanatban legalábbis nem elégségesek ahhoz, hogy megküzdjön az őt érő konfliktusokkal, nehézségekkel, feszültségekkel, szorongásokkal. Ez mindenki életében változó. Van, amikor jobban elbírjuk a minket érő terheket a mindennapi életben, és van, amikor meg egy picit kevésbé vagy jobban megrogyhat az ember, és egyszerűen kifut a lába alól a talaj, jobban vagy kevésbé. Ugye ha kialakul emiatt egy rendszeres gyógyszerhasználat, nyilván jobb, ha nem alakul ki, de hogy mindenképp a pszichoterápiának az lesz az a célja, hogy megerősítse azokat a készségeket, tehát hogy segítsen abban, hogy a belső erőforrások mentén meg tudjon küzdeni az ember az őt érő stresszel, az őt érő konfliktusokkal, az őt érő problémákkal. Tehát hogy ezek jelen lesznek kisebb-nagyobb mértékben, mindig ott van, hát az élet az nem egy kisimult és teljesen problémamentes. Nem, hát ahogy mondani szokták, az élet nehéz. Igen. Igen, és van, amikor nehezebb, van, amikor kevésbé nehéz, de hogy ezekben hogy nagyon különbözőek vagyunk abban, hogy mi módon tudjuk a minket ért stresszt, a minket ért konfliktusokat, nehézségeket kezelni. Van, akinek ez jobban megy, van, akinek erre kiterjedtebb a
kiterjedtebbek a készségei. Van, akinek masszívabb a háta mögött a szociális háló, mert ott van egy család, ott van a párja, ott van egy olyan baráti közösség, amik nagyon sokat számíthat, valakinél ez gyengébb, vagy kevésbé van ott. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok tényezőtől függ az, hogy mennyire tudunk megküzdeni a minket ért nehézségekkel. A pszichológus abban tud segíteni, hogy ezeket az erőforrásokat, akár a belső előforrásokat, akár a külsőknek a mobilizálásában is segítsen, vagy ehhez támogatást nyújtson. Az érdekes az, hogy nem szakértő szemmel szemléljük magunkat és másokat is, és sokszor nagyon nehéz kívülről megmondani, hogy ki az, aki el fog bírni ezekkel a terhekkel, amiket az amúgy is nehéz élet hordoz, és nem mindig azok esnek ebbe bele, akikről azt gondolnánk, hogy nem fogják bírni a kihívásokat. Az elején még utaltam arra, hogy nemrég megjelent Batiz Andrással is egy cikk, és hát őről nem az a kép alakult ki szerintem műsorvezetőként, média személyiségként, hogy ő egyáltalán alkalmas arra, hogy bármilyen módon függővé váljon. Tehát hogy alakul ki az, hogy a mai korban gyakorlatilag nagyon sokan panaszkodnak arra, hát Amerikában is, ahol meglennének a körülmények, legalábbis innen nézve, nagyon sokan panaszkodnak gyógyszerfüggésre, tehát minthogyha nem akarnánk azt a fajta segítséget igénybe venni, amit ön felvázolt, hogy megerősítsük a belső forrásainkat, hanem ez a külső sokkal vonzóbbnak tűnik. Hát nézze, egyszerűbb, tehát hogy nyilván minden afelé nyom minket ma, különösen egy ilyen fogyasztói társadalomban, hogy a gyors, mechanikus, azonnali megoldásokat keressük. Tehát, hogy hetente eljárni akár csak egy órát pszichoterápiába, vagy megtanulni olyan relaxációs módszereket, amik segítenek a stressz csökkentésben, vagy az elalvásban, ezek kétségtelen, hogy nagyobb idő, nagyobb energia, sőt valószínűleg nagyobb anyagi befektetést is igényelnek, mint bekapni egy-egy nyugtatószert. De hát pontosan ezt kéne látni, hogy ugyanakkor az előbbiek azok egyrészt hatékonyabbak, másrészt bárhol, bármikor alkalmazhatók, és hát hogy ezek az egészséges, ezek a valóban a belső erőforrásokra támaszkodó módszerek, de valóban így van, nagyon nagy a kísértés az irányba, hogyha ott van egy gyógyszer, akkor kapja. Hát ezt üzeni azért a fogyasztói társadalom mindenhol, hogyha reklámokat nézzük, hogyha bármi módon ezeket a hirdetéseket nézzük, akkor azért ezek minden tekintetben azt üzenik, hogy van valamilyen pirula, van valamilyen szer, vagy van valamilyen gyors fagyasztott étel, nem akarok messzire menni, de hogy ez az azonnali picit gomnyomásra történő megoldásoknak a keresése, ez kicsitelen, hogy egy jellemzője a társadalmunknak ma talán jobban, mint korábban, és hogy ez a fajta attitűd, ez biztos, hogy nem, valóban nem azt erősíti, hogy egy picit több energiát mozgósítva, és több időt mozgósítva, igen, magunkra, vagy befektetést mozgósítva valamilyen belső fejlesztést, vagy a belső erőforrásoknak a fejlesztésre fókuszáljunk, pedig hosszú távon egész biztos, hogy minden tekintetben megtérül. Ez mindenképpen, most már látva ezt a rengeteg függőséget, mindenképpen így látom én is. Nagyon köszönöm dr. Demetrovics Zsoltnak a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.